Tegnap koncerten voltam, és felidéződött bennem egy régi emlék. Kellemes emlék, és eszembe jutotta azt, hogy milyen sokáig éltem ennek az élménynek a hatására egy teljesen más életet, mint addig. Azóta természetesen új és új élmények értek, és ezek befolyásolják az életemet. Mindig változik, hol ilyen, hol olyan, de halad valamelyik irányban, és ez az irány nagyon jól követhető az élmények által. De kezdjük az elején egy régi koncerttel. Nem volt jó hangulatom, nem volt jó időszakom akkoriban, hiányzott valami, mindenem megvolt, azt csináltam, amit szerettem csinálni, nagyon jól haladtam előre. Minden munkámban és minden gondolatomat meg tudtam valósítani, mindenben megkaptam az eredményt, mégis valami hiányzott, ami nem megfogalmazható. Nagyon fontos dolog ez, hogy nem megfogalmazható, mert ez lesz majd a kulcsa ennek a kis bejegyzésnek. Elmentem egy koncertre, egy olyan koncertre, amire azt mondtam, hogy elkísérem a gyerekeket, mert engem nem érdekel, nem is ismerem nagyon az előadót, és úgy gondolom, hogy az az előadó az nem nekem szól, hanem a tiniknek, és biztos nagyon jó, de elmegyek velük, mert ki is kell mozduljak otthonról, kell valami közöset csináljak a gyerekekkel, állandóan csak dolgozom, úgyhogy jegyet megvettük, eljött az idő, meglepett az idő is, hogy pont most van, biztos, hogy ma van ez a koncert? Igen, ma van, oké, induljunk, csapott papot hátrahagytam, átöltöztem, irány a koncert. Odaértünk a helyszínre, a családot beküldtem, hogy foglaljak helyet, én majd veszek ennivalót, és azzal én jól elleszek, nem baj, ha lekésem az első számot, mert nem nekem szól a koncert, hanem főleg nekik. Beértem, egy kicsit késett az előadó, mint mindegyik késik, egyébként nem sokat, hanem nagyon picit késett, és leültem, mondtam, hogy én vagy itt ülök, ti csak csápoljatok, azt csináltok, amit akartok. 5 perc múlva elkezdődött a zene, bejött az előadó, 2 perc múlva fölálltam, 1,5 óra múlva sem ültem le, és úgy mentem haza, hogy teljesen átváltoztatta a gondolataimat ez az előadó és ez a koncert. Semmi csili-viliség nem volt, semmi olyan dolog, ami ma elvárt egy koncerttől, hogy hatalmas fények, hatalmas hangzavar, hanem egyszerűen fantasztikus, erősen megfogta az embereket, a hangulat, az, ahogy énekelt, amit énekelt. A szöveget nem értettem, tehát nem számít, de így, ahogy volt, átjött mindenkinek, az egész stadion állva volt, egész koncert alatt, az ülőhelyen voltunk fönt, nem csak lent álltak és ugráltak az emberek, hanem mindenki állt az egész stadionban. Ez egy fantasztikus élmény volt. Nézzük meg, hogy mi volt a kulcsa annak, hogy megváltoztatta az életemet egy olyan koncert, ami egyébként engem nem érdekelt. Az első és a legfontosabb, hogy minden elvárásomtól teljesen elrugaszkodott az, amit kaptam. Az is jó benne persze, ha nincsenek elvárásaid valami iránt, és igyekez úgy élni, hogy semmiféle prekoncepciód ne legyen azzal kapcsolatban, hogy mit fogsz most csinálni. De ez nem fog sikerülni mindenképpen. Én attól függetlenül, hogy én ezt tudom, és attól függetlenül, hogy tisztában vagyok, hogy a legrosszabb dolog a prekoncepció, tehát az, hogy elképzeled előre, hogy milyen lesz az, ami majd történni fog. Tehát hiába tudod, akkor is időnként ott van, akkor is van egy véleményed valamiről, és amikor odamész, akkor elégedetten vagy nem elégedetten kijelented, hogy igen, erre gondoltam, hát nem erre gondoltam. Ebben az esetben is így volt, abszolút nem volt prekoncepció, inkább megkérdeztem mindenkit, hogy ki ez az előadó, mit várhatok tőle, és ők elmondták, hogy mit várjak tőle, hát nem azt kaptam, abszolút nem azt kaptam, hanem teljesen más, teljesen nekem szóló volt ez az egész, és persze mindenkinek szóló. A lényeg tehát a meglepetés az, hogy kizökkent az életedből. Egy teljesen másik életet tár eléd, de nem úgy, hogy a szegénységből elmész a gazdagságba, a gazdagságból elmész egy még gazdagabbba, vagy egy különlegesre, vagy egy egzotikus helyre, hanem úgy ad mást, hogy az atmoszféra megváltozik körülötted. Ezt nevezzük élménynek. Tehát szerez egy olyan élményt, ami minden szempontból új.
nem tudod semmihez hasonlítani éppen akkor. Persze, azok az emberek, akik már voltak a koncertjeim, vagy azok az emberek, akik sokat járnak ilyen koncertekre, sok ilyen élményük van, azok azt mondják, hogy ez nem volt annyira új. De mindenkinek új volt, mindenkinek más volt. Sok koncerten voltam, és nem állnak tapsolva az emberek, és itt nem volt kierőszakolva, hogy na gyerünk emberek, tapsoljuk, várjuk az előadót, és itt van, tapsoljuk meg, és most jön be, és 5 perc múlva mindjárt itt van, és itt az előzenekar, és itt van ez, és most bejött a sztár, és ez az, most tapsoljuk meg, örüljünk, hogy itt van, köszönjük meg. Hány ilyen előadás van, nem csak az énekben, hanem bármilyen másban, bármilyen olyan előadásban, akár trénereknél, vagy bárhol, ahol az hangulatot fel akarják hozni, ahhoz vannak ilyen hangulat felhozó elemek. Itt nem volt. Itt egyszerűen kiállt, és csinálta a showt, egy egyszerű showt. Nem repült, nem lőtték le, nem lőtték ki rakétával, nem, semmi ilyesmi nem volt. Egyszerűen magát adta, egy élményt hozott ki saját magából, és ezt az élményt átadta mindenkinek. Ebből kaptam én is. Tehát igazából, és ez a második pont, amit tanultam ebből az estéből, az az, hogy ahogy megkaptam az élményt, ezt a folyamatot kell megerősíteni mindenkibe. Azóta az összes szemináriumon erre koncentrálok. Élményt adni, és azért volt egyébként rossz kedvem elmenni arra a koncertre, mert az előző hetekben nagyon sok rossz információ érintett meg, nagyon rossz emberekről. És teljesen elment a kedvem attól, hogy egyáltalán az emberekre gondoljak, vagy egyáltalán figyeljek arra, hogy bárkinek át is adok valamit, mert mi van akkor, ha rossz kézbe kerül, és így tovább. De ez a koncert megváltoztatta a véleményemet. Kihúzott ebből a szarból, egyszerűen egy élménnyel, és semmi mással. Konklúzió. Mert ez a két pont elegendő ahhoz, hogy elmagyarázom azt, amiért ezt a bejegyzést csináltam. Mindegy, mit csinálsz az életben, mindegy, hogy milyen bajod van, mindegy, hogy beteg vagy, szegény vagy, vagy túl gazdag vagy, vagy megloptak, vagy éppen csalnak, vagy ott hagytak, vagy éppen nem engednek, egy dolgot tegyél. Nem kell kiszakadnod, nem kell elmenekülnöd, nem kell semmit csinálni, hanem apró élményeket próbálj szerezni magadnak, apró élményeket próbálj szerezni másoknak, és fogadd el a közeledését másoknak, mert abból lesz az újabb és újabb élmény. Az élmény az kizárólag kapcsolatból jöhet létre. Egy kapcsolat A és B között, A valamilyen érzéssel van B-vel, B valamilyen érzéssel van A-val, de nem ezzel foglalkoznak, hanem néznek valami közös pontot, és ez a közös pont, ez nem munka, ez igazából nem szórakozás, ez semmi, ez csak úgy van, ez csak ott van, még csak nem is a margóra téve, hanem csak ott van a helyszínen, és most már hárman vagytok, A, B, és az a valami, amifelé cselekedtek. Ezt nevezik majd élménynek. Ez az élmény az egyetlen olyan tapaszt, ami az életedre örökre felragaszt valamit. Egy barátságot, egy kapcsolatot, egy szerelmet, egy rajongást, egy sikert, bármit. Tehát hiába van sikered, hiába leszel gazdag, ha nem párosul olyan élményekkel, amelyekkel érzelmek és cselekedetek is hozzájárulnak, akkor az életednek nem lesz a része. Elveszted például a gazdagságot. Ha élményszerűen szerzed, élményszerűen kapsz meg az élettől dolgokat, azok örökre a tieid lesznek. Például, ha tanulsz, ha nem élményszerűen tanulsz, csak magolsz, el fogod felejteni, ha élményszerűen, akkor az élményeken keresztül visszajön ez a tudás. Tehát, ha szeretnél bármit, hogy az életed része legyen, akkor keresd meg a lehetőséget arra, hogy ezt élményszerűen szerezd meg. Tehát, ha valakivel kapcsolatot szeretnél teremteni, akkor csináljatok egy közös programot, bármilyen egyszerű dolog legyen az, és abban legyen valamilyen élmény. Ne legyen kiszámolva, legyen benne kiszámíthatatlanság, legyen benne meglepetés. 3 szót szoktam kérdezni, és ez nem az én találmányom, ez Boris Zolotovtól tanultam, mert mindig ezt a 3 szót kérdezi. Új volt-e? Erős volt-e? És váratlan volt-e? Ha mindegyikre a válasz igen, akkor 100%, hogy olyat kaptál ebben a pillanatban az életedben, ami az életed
része lesz. Természetesen élmény szerezni nem annyira könnyű dolog, de megtanulható, gyakorolható ez is. Vannak rá gyakorlatok, vannak rá lehetőségek. Bővebben erről a témáról a prémium vlogokban, a videótárban tudtok nézelődni. Ott fogok beszélni arról, hogy mi az a módszer, amellyel gyakorolható maga az élményszerzés, és hogyan lehet olyan élményt szerezni valakinek, ami 100% biztos, hogy élete nagy részét fogja kitenni, és elindítja egy új úton.